220 cm hosszú volt, és 98 kg-os. Én kijöttem ma süllőzni, és itt a répás öbölnél gumihallal dobáltam, és azt hiszem a harmadik, negyedik beállás után egy elakadás éreztem, elindult valami. Első 30 perc után azt gondoltam, hogy egy busát akasztottam, de hát nem jött föl, úgyhogy 4 óra környékén már gondoltam, hogy ez harcsa lesz, mert nagyon lassan, monotonan és tényleg kitartóan húzott, és gyakorlatilag 2 órán keresztül fárasztottuk egymást. Egy Shimano Katana 20-50 g-os botom volt, Shimano orsóval horgáztam, és egy 23-as fontos zsinórom volt gyakorlatilag. Hát nem tudtam vele sokat kezdeni, mert centiméterről centiméterre húztam föl. Éreztem, hogy erős volt, és gyakorlatilag türelemmel kellett fele bánni végig. Gondolkodtam, hogy mit évő legyek, és arra jutottam, hogy szólok a halőrcsapatnak, és így sikerült közösen a halőrcsapattal segítségével kivennünk ezt a szép jószágot. Hát mind a két része nagyon szép neki, de azt gondolom, hogy egy ilyen 35-40 éves halnak gondolom én, a szabadság az óriási dolog, és mindenképpen meg kell őket becsülni, és kíméletesen kell velük bánni. Tehát itt nem a húshorgászatról beszélünk már, én azt gondolom, hanem egy igazi sportszél horgászatról van szó. Két nagyobb harcsám volt, azok 88 és 87 kilósak voltak. Ez azért sokkal nagyobb, sokkal szebb volt, és azt gondolom, hogy itt tél idején azért ritkaság, hogy ilyenek akadnak. A következőkben harcsákra vagy süllőkre fogsz vadászni? Hát inkább süllős vagyok, azt gondolom. Kisebb harcsákat szoktam nyáron fogni, de inkább süllő az, ami lázba hoz elsősorban. Köszönöm szépen, Robi, gratulálok a nem mindennapi fogáshoz, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.